Nem ivott és nem fogyasztott kábítószert sem a baleset előtt a hableány letaroló szállodahajó kapitánya, a rendőrség szerint pedig az egyik családot képviselő ügyvéd úgy tudja, a dunai sétahajózás része a parlament előtti pezsgőzés is a kapitánnyal. A nyomozók eddig 78 tanút hallgattak ki az ügyben, a hableány tragédiájáról pedig csaknem 5000 oldalnyi irat született. 3 héttel a Budapesten történt 28 halálos áldozatot követelő hajóbaleset után a magyar rendőrök a koreai társzervekkel közösen továbbra is keresik a Dunán annak a 3 dél-koreai utasnak a holttestét, amelyek a múlt keddi kiemelés során sem kerültek elő, a kereséssel párhuzamosan a nyomozás is tart. Az ügy teljes körű kivizsgálása érdekében a budapesti rendőrfőkapitányságon egy 60 fős nyomozócsoport jött létre, amely kizárólag ezzel az üggyel foglalkozik. A rendőrség mellett az ügyészség és szakértők is vizsgálják azokat a nyomokat, felvételeket, adathordozókat és navigációs eszközöket, amelyeket a két hajón rögzítettek, illetve foglaltak le a baleset után. Még a szemlét megelőzően intézkedtek arra, hogy a kapitánytól mintavételre kerüljön sor. A rendőrség szerint a Vikinget csak azután engedték az útjára, hogy a 8 órás szemlén mindent alaposan átvizsgáltak, köztük az ügy egyetlen gyanúsítottját, a hajó múlt héten óvadék ellenében szabadlábra helyezett kapitányát. Fontos leszögezni, hogy a hajó kapitánya alkoholt nem fogyasztott, kábítószerfogyasztás gyanúja nem merült fel. Pedig a hableány elhunyt magyar kapitányának családját képviselő ügyvéd pénteken épp azért nyújtott be új indítványt, mert az utazási protokoll többek között szabályozza azt is, hogy a kapitánynak hol kell vagy hol lehet tartózkodnia az út alatt. Van olyan momentum, hogy a kapitány pezsgőzik a parlament előtt az utasokkal. Ennek két aspektusa van, az egyik az, hogy az ittasságra vonatkozóan tud információkkal szolgálni, illetve az, hogy például ki vezette vagy nem vezette a Viking szigén hajót. A rendőrség szerint annak kiderítése, hogy ki kormányozta a hajót a baleset idején, a nyomozás egyik legfontosabb feladata. Az elhunyt magyar matróz családját képviselő Magyar György azt mondja, hiába kérik, eddig nem kapták meg a hatóságoktól azokat az információkat, amelyek a sértettek hozzátartozóit képviselők munkáját segítenék. Megítélésem szerint nem ez akadályozza a büntetőeljárás sikerét, sokkal inkább az, hogy a corpus delicti aznap, ahogy a baleset történt, elhagyta a helyszínt, és senki, de senki nem vette a fáradtságot, hogy azt vesse alá igazságügyi szakértői vizsgálati komplex körnek. A rendőrség azonban a Viking szállodahajó lefoglalását továbbra sem tartja indokoltnak.